Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsorszerkesztője Jobb Rodé, és nagy tisztelettel köszöntöm Uzsolini Pécsi Ritát, vendégünket, a Zapor Vilmos Katolikus Főiskola tanárát, neveléskutatót. Jó napot, Jó napot kívánok! A témánk az pedig az elmúlt időben kirobbant pedofil botrányokkal lesz kapcsolatos, de még mielőtt ebbe belekezdünk, már elküldtük a meghívást ön felé, és utána láttuk pár nappal később, hogy a telex.hu-n jelent meg egy írás, amelyben önt kritizálják, mert hogy egy olyan előadása elkezdett futótűzként terjedni, legalábbis így írja a Telex, hogy a gyerekek agya transzba kerül a képernyőtől. Mit szólt ehhez a kritikához? Jó, hát láttam már ilyet, nyilvánvaló, és hál' Istennek tényleg azt mondom, hogy ezzel párhuzamosan, ahogy futótűzként terjed akár az előadásnak az anyaga, hát futótűzként ömlik a hálás szülők, hálás nevelők, a hálás kutatók, kollégáknak a visszajelzései, hogy nagyon jól tudják használni, nagyon sok mindent megértettek, nagyon arról szól, ami náluk is a konkrét probléma. Nagyon sajnálom, hogy egyébként írt a Telex újságírója előtte nekem, hát két város között voltam, ma valahol mondtam neki, hogy ilyen hirtelen nem tudok neki, de hát ott van a könyvemben minden hivatkozási alap, hogyha szeretné, utána nézhet. Látszik, ezt így nem tettem meg, de illetve nagyon... Hát nagyon... Tehát azt kérte, hogy támaszta alá bizonyíték, hát igen, hogy igen, igen, de és mondtam, hogy mindenhol alá van támasztva, és csak olyanokat mondott, és nézzen utána, tudományos újságíróként mutatkozott be, és mondtam neki, hogy igen, mindenért vállalom a felelősséget, tehát nem a saját ötleteimet írtam le, és hát ezt utána is lehet nézni. Aztán utána könnyen lecsapott egy-két labdát, hogy egy nagyon-nagyon neves neurobiológus, gyermekneurobiológus kutatónak sokféle könyve jelent meg, nagyon elismert szakember. Hát ez nem annyira elismert szakember. Na hát most így nem lehet valakivel vitatkozni, és nem álltam le vitatkozni ezzel a kérdéssel, mert úgy láttam, hogy legfőképpen én nekem a legnagyobb problémám nem ezzel volt, mert valóban transzba kerül a gyerekek agya, tehát ezt nem így fogalmazza a pszichológia minden esetben, de egy ismeretterjesztő előadásban abszolút megállja a helyét, egy transzszerű állapotban van ilyenkor a gyermekek agya. Én azt szerettem volna például ezzel a kis mondattal érzékeltetni, ott nagyon sok anyuka volt, nagyon sok fiatal anyuka is volt, akik éppen előtte beszélgetve, hogy jaj, mert olyan szépen koncentrál, annyira koncentrál ez a kisgyerek, már hát nézzék meg, hát ez semmi. És akkor szerettem volna nekik elmondani, hogy ez nem koncentrálás, vigyázzon, mert valóban egy transzszerű állapotra fixálódik. Egyébként ezt nagyon, nagyon jól látjuk, hogy mindene megmerevedik, tehát ez nem egy koncentrálás, és itt tulajdonképpen az idegrendszer kutatói ezt nagyon, nagyon, nagyon erős sokkállapotnak látják, ezt a rengeteg információt, és csak a szemen keresztül kétdimenziós információ annak az kialakulatlan idegrendszernek, amilyen például egy ilyen kisgyerek, nagyon ártalmas. És hogy nagyon érdemes erre odafigyelni, és ezt sajnáltam leginkább ebben a Telex cikkben, hogy az egész előadásnak az irányát, a mondani valóját, a központi értékét, hogy úgy mondjam, nem az, hogy nem fogta fel, de halványította el. Tehát itt nem az egyes kifejezéseken kellene megállnunk, és ilyen értelemben egy ilyen belső vitát folytatni, hanem azt meglátni, hogy ez a probléma, ez valóban valós. És ez az egész Telex cikk, ez azt vagy legalábbis az jött le számomra. Így, hogy ezt próbálta egy kicsit könnyíteni, hogy jó, hát nem olyan nagy probléma, ez 21. században vagyunk, hát azért már ezt nem lehet csak így félretenni, stb., és hogy ne démonizáljuk a géphatást, hát nem démonizáljuk, de azért azt látjuk, és pont ezt látom a visszajelzésekből, és minden egyes ilyen előadásnál jönnek a szülők, hogy úristen, de tényleg, de mit csináljak, én pont ugyanezt tapasztalom, és nem tudok mit csinálni, vagy tanárok, akik most éppen tegnap éppen egy vízilabda edző hívott fel, hogy nagyon-nagyon nehéz a gyerekekkel, mert egyszerűen nem alakultak ki azok a mozgásformák, és nem tudunk vele mit csinálni, és tényleg le vannak maradva, nagyon sok esetben tényleg, és de hát 2-3-5-6-7 órát gépeznek, adott esetben egy-egy hétvégén. Nem alszanak, mert az estében nyúlóan is vannak olyanok, akik ezzel foglalkoznak. Éjszakába nyúlóan, kialvatlanul jönnek a gyerekek, tehát igazán komoly probléma. Aztán felhívott ugyanígy egy valaki, hogy
az is benne volt, azt hiszem, ebben a Telex cikkben, hogy hát, hogy az elvonók úrák, hogy nem, hogy telítettek, azt mondja, nem ám, hogy a távol-keleten telítettek, hogy éppen a debreceni pszichiátrián dolgozik egy barátjuk, és azt mondja, egy évre előre nem tudnak fogadni függő, tehát gépfüggő fiatalokkal foglalkozó szakemberhez időpontot nem lehet találni, mert annyira telített. Tehát azért a probléma nagyon-nagyon itt van. És én azt gondolom, hogy a legjobbat akkor teszünk, hogyha a szülőkkel, a tanárokkal, a nevelőkkel szembesítjük ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy most hívjuk akárminek, transznak, vagy transzszerű állapotnak, vagy akármi csodának, vagy valami, azért figyeljünk oda, mert látjuk, hogy a probléma az belül van, tehát nem az ajtó előtt kopog, hanem belül van a probléma. És van vele mit tenni, mert éppen, hogy vannak megoldásaink, tehát a valósággal való kapcsolat, a természettel való kapcsolat, a valóságos kapcsolatok, a mozgás, a játék, a művészetek, ezek mind segítik az idegrendszer fejlődését, tehát erősítik az idegrendszer fejlődését. És hogyha ebben, mert pont ez volt ennek az előadásnak is a célja, hogy azt lássuk meg, hogy amíg fejlődőben van az idegrendszerünk, addig különösen is nehéz ezeket a hatásokat feldolgozni. Túl sok. Tehát nem azt mondtam, hogy ne gépezzenek senki semennyit, és dobják ki a gépet, hanem túl sok. Nézzük meg a határokat, nézzük meg, és próbáljuk meg kézbefogni, mert különben tényleg beszívja, mint ahogy mi felnőttek is azért látjuk azt, hogy nem csak gyerekek lehetnek függők, tehát azért okos és nagyon, és hoztam is például egy példát, azt mindig el is mondom, van egy nagyon becsületes szerző, aki komoly elvonós klinikát vezet, kutat, nem tudom, mindenféle, és akkor hát így kezdő, hogy hát azt mondja, azért nekem is meg kellett küzdenem az okos eszköz használattal, tehát egyszerűen csak a telefon használatommal, hogy olyan erős volt a vonzása, és mindig úgy éreztem, mindig el kell érni engem, megmagyaráztam magamnak mindig, és amikor egy idő után észrevettem, hogy hát mint egy dohányzó szívgyógyász, érten én is ugyanarról beszélek, amit magam se tudok szinte megállítani. És akkor azért ebbe, de ezt minden szülő mondja is, hogy hát persze, én is úgy érzem, hogy mi is egy kicsit már, ugye, na. Szóval sajnáltam tulajdonképpen, hogy magát a közös érdekünk és a közös felelősségünk érdekében nem tudta ez az újságíró felfogni, hogy úgy mondjam azt, hogy itt arról van szó, hogy segítsünk a szülőknek, segítsünk, és addig segítsünk, amíg még a kézbe tudják tartani a folyamatokat, és addig meg kell érteni. És az nem kérdés, és ezt nem lehet vitatni, hogy dopaminnal dolgozik a gép, és a dopamin függőséget okoz. Tehát most nagyon jó, vannak nagyon jó alkalmazások, és valóban lehet sokat tanulni is, de a dopamin az dopamin. És ugye látszólag nem, de azért mégis összefügg ez a kütyűhasználat, vagy a géphasználat, a digitális világ azzal a témával, amivel egyébként szeretnénk foglalkozni, ugye a pedofilia és az elmúlt időben kirobbant esetek, mert ugye ennek nem csak olyan veszélye van annak, hogy a fiatalok ezt nyakló nélkül használják, hogy sok időt töltenek ott, hanem az, hogy olyan emberek érik el a gyermekeinket, akikről esetleg mi adott esetben nem is tudunk, tehát nem tudjuk ellenőrizni, szabályozni azt, hogy ki ír rá, ki szólítja meg, ki kezdeményez vele, vagy akár próbál meg felépíteni egy olyan kapcsolatot, amely abszolút már illegálisnak mondható így lelki szinten is. Tehát, hogy beszéljünk egy kicsit ezekről az esetekről, és arról, hogy a gyerekekre milyen hatással vannak ezek az esetek, és ugye eddig azt gondolhattuk, aki azt gondolta mondjuk, hogy Magyarországot ez nem érinti, hát most az elmúlt hetekben látjuk, hogy igenis, nagyon is érinti, és nem lehet tudni, hogy mennyi eset marad titokban. Biztos, hogy sok. Gyerekek nem is nagyon tudnak, nem szeretnek, nem akarnak, nem tudják megfogalmazni, sokszor se tudják, mi történik velük, ugye. Azért ezt látjuk, hogy egy kisgyerek nem tudja felmérni ezeknek az eseteknek, meg sok másik esetnek sem a súlyát. Tehát például az, hogy egészen, hát ez az idegrendszer fejlettségén is múlik, ugye 21-23 éves korig érik az idegrendszerünk, és legkésőbb az a terület érik be, amelyik például következményekkel tud számolni, vagy aminek veszélyérzete van, vagy például a fékberendezés, tehát az indulatok fékberendezése. Ezek érési kérdések, tehát ez akármilyen intellektuálisan jó valaki, és akármekkora magas az IQ-ja, akkor is érésről beszélünk, és nem érik be előbb. Tehát itt vannak ezek a kisgyerekek, akiket megtalálnak akár például a gép
gépezés közben, már pedig nagyon-nagyon gyorsan ezt érdemes kipróbálni, hát nem érdemes, de aki nem hiszi el, próbálja ki, hogy egy-egy ilyen kis bizonytalan kis felírás, hogy micsoda ömlés jön arra, hogy de majd én majd megmutatom neked, de gyere, nagyon-nagyon jó módszerekkel dolgoznak, pont éppen ezek a hiénák is, vagy hogyan fogalmazzunk, és a gyerekeket nagyon könnyen behálózni, nincs veszélyérzete. Tehát nincs veszélyérzete, igazán mindent elhisz, belemegy egy valamiba, és utána nem tud visszajönni. Akkor viszont szégyenérzete van, mert valamit érez, hogy ez valami nem jó. Tehát azért valahogy erről kinek beszéljek sokszor, és sokszor megfélemlítettségben élnek ezek a gyerekek. Nagyon sok, egy szót se szólhat se anyukádnak, se apukádnak, se annak, se ennek. Tehát, és tulajdonképpen nagyon sok esetben érzelmileg kiszolgáltatott kisgyerekekről van szó. Tehát azt mindjárt észlelik tulajdonképpen a csetelésekből, a posztolásokból a helyzetben nagyon szépen fel lehet göngyölni valakinek az érzelmi állapotát, hogy nem nagyon foglalkoznak vele, nem nagyon beszélgetnek vele, nem úgy érzi, hogy nem értik meg, hát ez ráadásul életkori jelenség is, ugye a kiserdülésben kisebb rendűségi érzésem van. Na, és akkor valaki oda benyújt, hogy de annyira szép vagy, de annyira jó vagy, de milyen jó veled beszélgetni, jaj, de jó, és annyira tatarata, és ezt szívja be, innen kapja ezeket a támogatásokat, és tulajdonképpen érzelmileg kiszolgáltatottá válik, mert ebben a helyzetben, hogy ezek sose csak rossz helyzetek ilyen értelemben, mert előtte mindig előkészített pálya van, és ezért is annyira veszélyes, mert az az érzelmi kapcsolódás, az az egymásra hangolódás, az, hogy ez az ember engem elfogad, tekintélynek tekinti, mert érted, mert valamiért megkedvelte, mert közel érzi magához, mert ő megértette, mert ő annyit beszélget vele, mert olyan szépnek látja, olyan kedves látja, annyit segített neki, vagy bármi más. És ezekben a kapcsolódásokban megágyaz tulajdonképpen egy intimebb közeledésnek, ami viszont túl sok neki, de mikor érzi azt, hogy túl sok, egyébként a szülők biztos, hogy érzik azt, hogy milyen ez a természetes viszolygása minden személynek, hogyha például tudom én, szokták mesélni, hogyha meglátják a szüleiket mesztelenül. Tehát ez nem azért van, mert prűd az egész család, hogy akkor attól megijednek igazából. Vagy például, hogyha egy házastársi együttlétbe benyit egy gyermek, akkor tulajdonképpen megrémül. Tehát ez látszik, hogy van egy természetes védekezése az egész személyiségnek, hogy korai, sok. Tehát ez olyan, mintha egy láncfűrészt adnék a gyereknek, hogy barkácsoljál. Tehát ezzel nem tud bánni. Ehhez meg kell érni. És ezt érzi is, vagy hát érzékeli a személy, hogy ez túl sok, és éppen emiatt nem mer, nem tud, nem akar, nem tud beszélni róla. Tehát ott akkor van még ráadásul egy belefolytott személy feszültség. Az még erősebb hatással van, szorongást, agressziót, depressziót, rengeteg kisebbrendűségi érzést. Tehát a fejlődésben, tehát a személyiség fejlődésében, érzelmi fejlődésben, a szexuális identitásában abszolút visszaveti őt, tehát azt se tudja, hogy most akkor ő hova tartozik, mit csinál. Tehát egyszerűen egy olyan fejlődési fokon támad rá egy sokkal erőteljesebb hatás, amit nem tud feldolgozni. És ott nagyon sokféle reakció lehet ezzel kapcsolatban, és azt látjuk, hát ehhez nem kell nagyon nagy tudás, hogyha tényleg most már ránézünk ezekre az esetekre, hogy 30, 40, 50, 60 évvel később is, hogy milyen trauma, milyen feldolgozatlan traumákat hordoznak ezek az emberek, hogy nem tudtak később párkapcsolatot, vagy nem tudom én, évtizedekig kellett segítő szakember járniuk, hogy kidolgozzák magukból ezeket az élményeket. Tehát ehhez nem kell, nem tudom, mekkora tudományos megalapozottság sem, hogy az ember az életből láthassa azt, hogy ez így nagyon sokat árt. Ugye pár héttel ezelőtt a magyar közvéleménynek az ingereit borzolta fel Vite Zsoltnak az esete, igen, aki egy pedagógiai asszisztens, és azzal kérkedett az egyik közösségi médiában, hogy egy kapcsolatot folytat egy 15 éves fiúval. Na most ugye ön tanárokat oktat, képez pedagógusokat, a jövő nemzedékét, hát, ha mondhatjuk így. Hogyan, mit érzett, amikor meghallotta ezt az esetet? Nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas volt,
mert pontosan ez az ember pont azt a kiszolgáltatottságot, azt az érzelmi, mint ahogy az előbb mondtam, ezt az érzelmi kapcsolódási vágyat, lehetőséget használta ki, és élt vele nagyon-nagyon durván vissza, amivel vezetjük a gyerekeket tanárként. Tehát ugyanezt a kapcsolódást használjuk ki a fejlődésre, de akkor arról van szó, hogy megnézem, hogy ő benne mi van, és őt kibontakoztatni, hogyan tudom. És ez a Zsolt, ez saját maga céljaira használta fel azt a kiszolgáltatott kisgyermeket, és azt az érzelmi nyitottságot, és utána pedig azt az érzelmi nyitottságon benyitott, és gyakorlatilag használta a testét is. De sajnos nem csak a testét, hanem ezzel együtt, ugye hát az ember annyira együtt, tehát a testem hordozza a lelkemet, a szellememet, tehát nem lehet a testet külön használni, hogy úgy mondjam, hanem ezzel együtt megnyomorította a lelkét is, a minden az érzelmi világát, a fejlődését. Tehát egyszerűen olyan módon nyúlt bele abba a személyiségbe, és itt hiába mondja, hogy beleegyezik, meg nem egyezik, nem tudom micsoda, hát ugye nincs veszélyérzete, nem tudja felmérni a következményeket. Még ugye egy 15 éves gyerek, hát akkor mondjuk, hogy például én zavarodott állapotban van egy kis serdülő. Tehát azt jelenti, hogy mindene összezavarodott, ezt látjuk is. A hormonrendszere, az idegrendszere, felszívódnak agyi pályák, tehát itt egyszerűen a serdülés, ezért szoktuk mondani, hogy olyan zizik ezek a serdülők, de mindenben. Nem csoda akkor is, például a nemi identitásában is nagyon sokszor zavar támad. Nagyon sokszor úgy érzik ez a gyerekek például, hogyha egy most éppen mondjuk, hogy egy sportedző iránt, hogyha rajong, az nem szerelem, az nem szexuális vonzódás, hanem az egy serdülőnek a túlcsorduló érzelmi libikókája, ahogy rajong egy személyért, és ezt nem szabad leapacsolni, hogy úgy mondjam, hogy hát akkor te biztos homoszexuális vagy, és hogyha akkor ez egy szerelem, és nem szabad főleg kihasználni. Tehát az egy puha nemi identitás, ami folyamatban van, és most lehet, hogy például sok szinten össze is van keveredve. Na most ezt kihasználni, hogy erre az a fiatal esetleg akár érzelmileg is először pont éppen erre a kapcsolatra hagyatkozva azt mondja, hogy de jó, mert ez jó nekem, meg nem tudom én. Ugye sok minden összejátszhat ezzel, ugye vannak érzéki örömök benne az elején, vagy lehetnek, vagy pont éppen ez a nagyfokú érzelmi fellángolás, vagy felszítható fellángolás, ezek mind támogatják egy darabig azt, hogy ugye ki csikarja belőle azt az egyetértést, ami igazából nem egy egyetértés, hanem az ő túlerejébe való belesimulás, vagy kényszerű belesimulás. És ez bizony nagyon fájdalmas volt ezt látni, mert éppen amiatt, mert ez a fajta kapcsolódás, tehát a bizalmi összekapcsolódás, a két embernek a kötődésének a pályája, vagy azzal kiépített pálya pont arra alkalmas, és pont ezt tanítjuk a tanároknak és a tanítóknak, hogy igenis kötődés nélkül nincs nevelés. Tehát ezt a kötődést használjuk fel a gyermekek kibontakoztatására is. És ugyanezen a kötődési pályán roncsolta ezt a gyermeket. Tehát ez volt a legfájdalmasabb számomra. Említette ugye itt, hogy lehetnek egy ilyen kapcsolatban, vagy események során érzelmi örömök, de gondolom gyakori az is, hogy utána a fiatal mondjuk bűntudat alá kerül, nagyon, vagy szégyenérzet keríti abszolút hatalmába. Pont azért, mert hogy azért azt sokan érzik belül, még azok is, akik mondjuk ilyen életkorban és kortárssal létesítenek ilyen viszonyt, hogy korai. Abszolút korai. Tehát ez egy akkor, és ezek sajnos ezt most így már inkább innen nézve, tehát az érettebb korosztályból figyelve, ezek azért maradandó nyomokat is hagynak. Tehát majd még utána is nagyon sokszor fog ezzel kínlódni és szembesülni, ahogy látjuk is, hogy ezekből az esetekből is. Ugye még akár például a korai saját korosztályával kötött heteroszexuális kapcsolatokból is, amikor korai és nagyon nagy, tehát éppen ezt mondom, hogy amikor ez egy nagyon nagy stimulus, nagyon erős. Az idegrendszerre, a hormonális rendszerre, az érzelmi rendszerre, a mindenre,
mindenre nagyon-nagyon erős, tehát túl erős. Tehát ez olyan, mint ahogy jó egy pohár bor, de a láncivás nem jó, és különösen nem jó az erős alkohol egy fiatal személyiségnek. Na most ezek a hatások is összeadódva túl koraiak, túl erősek, és ezt nagyon jól érzékeljük, csak nem tudjuk megfogalmazni, mert minden nem tudatosul. Tehát itt ezek olyan pályákon zajlanak, amelyek nem a megfogalmazhatóság pályái, hanem úgy, hát ez az bizonyos érzelmi háló, hogy nem. Ösztönösen is egy kicsit úgy félnek is tőle, de amikor már belementek, éppen ezért szégyellik, és ezzel nem mernek előhozakodni se, hogy hát na. Szóval nagyon, nagyon összetett ennek a hatásmechanizmusa, és nagyon inkább azt, megint itt is csak azt tudjuk látni, hogy rendkívül ártalmas, és hosszú távú, tehát olyan hosszú távú hatásokat gyakorol, amit utána, hát nagyon, nagyon sok szakembernek, nagyon sok kegyelmi helyzetnek, nagyon sok jó kapcsolat tud majd csak esetleg fölülírni ezeket a hatásokat. Nagyon sokan kínlódnak ilyen jellegű, más jellegű bántalmazásoknak a nyomaival, még akár csak enyhébb formájú bántalmazások, vagy rövidebb időt, vagy akár csak, hogy ha még nem ment el valós, tettleges aktusig, akkor is ezek a fajta közeledések is már, nem? Nagyon-nagyon sokat, nagyon mélyen befolyásolják, és különösen később párkapcsolatokat, saját nemi identitását, saját kapcsolati rendszerét, az önértékelését, önbecsülését, szóval nagyon nagy mértékben rombolja. Nyilván, hogy a gyermekeinket megőrizzük először, persze szoktam, hogy a szülőkön van a felelősség, de azért legyünk őszinték, hogy Magyarországon nagyon sok olyan család van, ahol elmaradnak ezek a szülői felelősségvállalás, és nem, tehát vannak olyan családok, ahol a szülők egyszerűen nem tudnak, nem akarnak mindegy milyen okokból felelősséget vállalni ilyen dolgokért. Ha most a kormányzatot nézzük, a tanárokat nézzük, ott mit lehet javaslatot adni egyáltalán, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy az iskolában legalább ott védettek legyenek a gyerekek? Hát, személyes kapcsolódások. Személyes kapcsolat, beszélgetések, tehát akkor, hogyha egy iskolában nincsenek meg ezek, tehát ott nem alakulnak ki a kötődésen alapuló bizalmi kapcsolatok, tehát hogyha ez a kisgyerek, ugye ez nem tudott senkivel. Tehát más tanárral? Akár. Igen, tehát azért egy tantestületben ott többféle kapcsolódás kialakul, legalább kettő, ugyanígy a vezetésen nagyon-nagyon sok múlik. Azért itt is sokat hallottunk, nem mennék bele, de azért, hogy ez ennyi éven keresztül, tehát azért azt nem gondolom, hogy senki egy szál gyanút nem fogott, és ez itt a mi felnőtt világunknak a felelősségvállalása, hogy akkor nem elfordulok, hogy jaj, de kínos ez, hanem én vagyok a felelős, ha én ebből bármit is észrevettem, ha bármit is észleltem, legalább jelezni, legalább kérdezni, legalább utána menni, legalább valamit, tehát nem hallgathatunk ebben az esetben. Tehát én azt látom, hogy egy ilyen nagy közösségnek még nagyobb a felelőssége, mert ott kell, hogy legyen olyan kapcsolatrendszer, vagy olyan személyes kapcsolódás valahol, tehát vagy egy diákkal, vagy egy másik diákkal, vagy egy másik tanárral, vagy valahol, vagy a vezetéssel. Konyhás néni. Akárki. Bizony így van, tehát hogy ott annyi felnőtt vette körül ezt a kapcsolatot, hogy úgy mondjam, hogy azt hiszem, hogy ott azért sokan felelősek ezeken kívül, de hát a vezetőnek mindenképpen ilyenkor nagyon nagy a felelőssége, hogy vajon mikor fogod gyanút, és ahhoz képest mit tett, vagy mit nem tett. Nagyon nagy a felelősség, mert tényleg nagyon sokszor a családokban alig hát nagyon sok időt töltenek a gyerekek az intézményben. Tehát az, hogy egy család, és sajnos a család is az ellátásra fókuszál leginkább, és abba ugye idő kell. Ehhez idő kell, hogy egy valaki ezt egy kicsit így meglebbentse, hogy itt van valami, ami nekem nagyon rosszul esik, vagy amit nem tudom, hogy jó-e, vagy valaki. Kell bizalmi kapcsolat, de annak kell idő. Na most, hogyha ez a családban nincs meg, ez akkor legalább, tehát az iskolában akkor kell valami ilyen kapcsolódást, de hát a beszélgetés, ez a beszélgetés egy nagyon egyszerű eszköze ennek, de hát nincs sehol. Tehát az iskolában tananyagra fókuszál,
fókuszálunk otthon, ellátásra fókuszálunk. Hát, hogy ugye, hogy legyen egy iskolapszichológus, mondjuk, hát, akihez be lehet menni, hát, hogyne, akármikor, hogy... és legalább 3 kérdést föltehet így bárki. Van. Így van. Így van. Tehát ez egy, de hát az iskolapszichológus is olyan kevés, tehát látszunk, hogy nagyon kevés a szakember. Annak nagyon a törvényi által biztosított iskolapszichológia, tehát nem tudom, 100 vagy 200, nem tudom, most már nem látom, de dolgoztam iskolában sokáig, és tehát egy elképzelhetetlen, tehát ez így nem alakulhat ki egy olyan. Igen. Meg ott van egy 2 órán, vagy másfél órán, vagy annyit se, vagy minden, nem tudom, szóval nem fognak, bizalom kell. A bizalomnak idő kell a pszichológushoz is, a tanárhoz is, a szülőhöz is. És ezt az időt, ezt nem szabadna megspórolni, semmilyen teljesítménye a vára, semmilyen teljesítménye, mert ugye mindenhol ugye valamit teljesítünk, és valamit tényleg, valami jó dologot gondolunk, amin feláldozzuk ezt a bizalmi kapcsolatot, és akkor ez bizony, hát amint látjuk, meg is történik, hogy beleférkőzik, aminek nem szabadna. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezekre a kérdésekre is válaszolt. Uzsaliné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, neveléskutató volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést.